A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, pirosbetűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását Szatmárcsekén. A kéziraton ennyi áll: Cseke, 1823. január 22. Így a jeles eseményre emlékezve 1989 óta e napon tartjuk a Magyar Kultúra Napját. A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony anyánk és az Á, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Te benned bíztunk elejétől fogva 90. Zsoltár volt. Népszerű volt emellett a hatóságok által többször betiltott úgynevezett Rákóczi nóta is. Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a Bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején 1823. januárjában írta meg hazafias költészetének legnagyobb remekét, a himnuszt. A költemény először 1829-ben Kisfaludy Károly aurórájában jelent meg. A kéziraton még szereplő, a magyar népzivataros századaiból alcím nélkül. 1832-ben Kölcsey munkáinak első kötetében már a szerző által adott alcímmel látott napvilágot. Kéziratát az örökösök a nemzetnek adták. A Magyar Nemzeti Múzeum országos Széchenyi könyvtára őrzik, eddig 19 nyelvre fordították le. Ilyen himnuszt egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül Szatmárcsekei magányában a 33 éves Kölcsey. A reformkor talán legnagyobb költőjének verse nemzeti himnuszunká vált, azaz egy közösség identitását kifejező énekké, amelyet minden magyar ember elérzékenyülve és mélységes szent áhítattal hallgat. Himnuszunk nem éltett királyt, uralkodót vagy más történelmi hőst. Európában talán egyedülálló módon ez az egy közben járó imádság. Isten áld meg a magyart! A himnusz megzenésítésére 1844-ben írták ki a pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere nyert meg. Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a Pesti Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével. Szélesebb nyilvánosság előtt 1844. augusztus 10-én énekelték el, először az Óbudai hajógyárban a Széchenyi gőzös vízre bocsátásakor. Az 1840-es évek végén, ünnepi alkalmakkor még felváltva, vagy együtt énekelték a himnuszt és a szózatot. Addig az 50-es években a himnusz lett a nemzeti érzelmeket jobban kifejező népének. A himnuszt hivatalosan csak az 1949-es alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi 31. törvény 36. paragrafusa iktatta a nemzeti jelképek sorába, és a 14. fejezet 75. paragrafusaként emelte be az alkotmányba. 2012. január 1-én hatályba lépett alaptörvény alapvetésének első cikke kimondja: Magyarország himnusza, Kölcsey Ferenc himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével. A szocializmus idején Rákosi Mátyás pártfőtitkár megbízta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt egy másik, szocialista himnusz megalkotásával, mondván az mégsem lehet, hogy a dolgozónép himnusza, vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Kodály Zoltán megjegyzése erre ennyi volt: minek új? Jó nekünk a régi himnusz. Ezzel az új himnusz témája lekerült a napirendről. A Magyar Kultúra Napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Farsang Árpád zongoraművész vetette föl 1985-ben, majd több népfronttanácskozáson is felhívta a figyelmet egy ilyen ünnep megtartásának fontosságára. Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezer éves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is, mondta.
A nap megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást, és 1989. januárjában szervezte meg először az évfordulós rendezvényeket. Az ünnep alkalmából azóta a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket rendeznek, könyvemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.